Szép napot kívánok mindenkinek! A hétköznapi hősök rovatunknak a mai vendége Soltész Éva, csoportvezető nevelő. Csókolom, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Nagyon szívesen, köszönöm szépen a meghívást. Úgy tudom, hogy 25 éve, több mint 25 éve foglalkozik a gyerekotthonban, tevékenykedik, mondhatjuk azt? Mert ez az intézet is gyerekek, szoktuk mondani, gyereknevelő intézet és a gyerek otthon között van a különbség. Kezdjük azzal. Igen, mi nem annyira szeretjük azt, hogy intézetnek hívják ezt. Ez egy 30 fős egység, és igazából ez már családotthonként működő. Tehát olyan vagyunk, mint egy kis család. Mi jobban szeretjük ezt a megszólítást. Igen, de az otthon az egy nagyon intim kifejezés. Tehát nem csak a berendezésről szól a történet, nem csak a napi programról szól a történet, és fontos az, hogy együtt főzünk, közös programjaink vannak, hanem az a szeretet hiánya, amiben szenvednek a gyerekek egyébként, akiktől természetesen elvárhatnának a szülőktől, vagy bármi rokonoktól, valahogy hiányzik az életükben, és azt a lelki intimitást létrehozni a gyerekekkel, az a legnehezebb, nem? Nem könnyű feladat, ez nem munka, hogyha mondhatom így, ez hivatás, tehát aki itt dolgozik, még ezt sem mondanám, hogy munka. Tehát ezt nem lehet munkának meg felfogni, ez nem olyan, hogy betolom az íróasztalomat, lekapcsolom a számítógépemet és hazamegyek, tehát ez folyamatos felkészülést és készenlétet és jelenlétet igényel mindnyájunktól. Úgy gondolom, hogy ez valóban otthon nálunk. Otthon, az otthonban, ha szabad így mondanom. Nagyon jó kollektívával dolgozunk, nagyon jó emberekkel. Nagyon kicsi a fluktuáció, ez nagyon jó, mert a gyerekek érzelmi biztonságát ebben meg tudjuk teremteni. Hát aki nem odavaló, az hamar ki fog esni onnan, igen, nem? De hála Istennek egy stabil csapattal dolgozunk, és több csoport van a otthon területén, de mindenki mindenkiről tud, teljesen átjárhatóak a csoportok. Nagyon-nagyon jó kollektíva van, és segítjük egymást. És hány gyerek van ott? Az én csoportomban most 11 gyerek van, 7 évestől 17 éves korúig, tehát úgy, mint otthon egy családban, elég szórt az életkor. A másik csoportban is 11 gyerek van, és van egy 8 fős utógondozotti csoportunk, ahol fiatal felnőttek élnek, akik már önellátóak, de azért segítséget igényelnek. De, ők, igen? De, visszatérünk ide. Most érdekel a saját személyes élete és ezek a döntések, hogy most miért választotta ez? Hogy került kapcsolatban egyáltalán ezzel a rendszerrel? Ez érdekes volt, abszolút nem ez volt a pályaorientációm 14 évesen. Én régész szerettem volna lenni, vagy idegenvezető. A szüleim ragaszkodtak ahhoz, hogy egy olyan pályát jelöljek meg, ami anyagi biztonságot és szakmát nyújt, így írtuk be az óvónőképzőt. És végül ide kerültem, majd onnan a konduktorképzőbe, amikor elvégeztem a középiskolát. Onnan jelentkeztem át a gyógypedagógiai tanárképző főiskolára. De az a kérdés, hogy miért? Mert azt mondjuk, miért? Aha. Hát valószínűleg ez volt az utam, csak még akkor nem tudtam. De mi történt akkor, amitől, mert nem azt mondja, hogy ez az én utam, tehát ember jár egy főiskolára, egyetemre, akkor ez a váltás, átjelentkezés, valaminek kell történnie belőle. Utólag ember azt mondja, hogy igazolva látom akkor döntésemet. Igen, ez már mondjuk akkor kiderült számomra, amikor az óvónőképzőt végeztem, mert nagyon szerettem a gyerekekkel foglalkozni. Nem volt kérdés, hogy már utána ebben az irányban fogok tovább lépni. A konduktorképző nagyon jó volt, csak fizikailag nagyon megterhelő volt nekem, ezért mentem más irányba, és én levelezőn végeztem, és így kerültem a gyermekotthonba, ahol 25. éve vagyok. Volt némi kitérő. Igen, pont azt akartam kérdezni, azért nem lehet azt mondani, hogy azért csinálja 25 éven keresztül ezt, mert nem volt más lehetősége, mert hosszú időn keresztül próbálkozott közben mással is, csak aztán megint rájött, hogy nem, nekem vissza kell mennem. Egyszer volt egy ilyen. 17 év munkaviszony után döntöttem úgy, mikor a saját gyermekeim már nagyobbak voltak, hogy megpróbálnám magam másban is. Kíváncsi voltam, hogy
mást is tudnék-e ugyanúgy elvégezni, ahogy én azt elgondolom. Működött, magánszférában dolgoztam, üzletet vezettem, igen? Dekorációkat készítettem. És nem volt jó üzletet vezetni? Nagyon jó volt. Kipróbáltam anyagilag is, mindenféle szempontból tökéletes volt. Szerették a munkámat, jól éreztem magam benne egy ideig, de igazából sosem szakadtam el az otthontól. De visszahúzott a szív? Tehát hiányzott az a légkör, a kötődés. Az a feladat? A kötődés megmaradt, és minden egyes rendezvényen, minden megmozduláson ott voltam, lejártak hozzám a gyerekeim, akikkel kapcsolatban voltam, akiket neveltem, tehát sosem tudtam elszakadni. Kipróbáltam, nem nekem való volt a versenyszféra. Vissza kellett menni. Igen, nincs vissza verseny. Kellett menni. Azt se lehet mondani, hogy ebben valamilyen pótcselekés van beépítve, hogy nincsen se egy gyereke, és akkor itt a gyerekek foglalkozzad, mert van. Van a gyerekei, kettő igen. Gyerek is van, ugye, egyik filmrendező. Filmes szakmában, igen, végzett, ott mesterdiplomázott, ott próbálkozik, a másik gyermekem pedig a lányom, ő pedig zenei vonalon próbálkozik, zeneművész. Igen. Zongoraművész. Aki gyerek otthonban ezeknek a lelkisérült, vagy valahogy hátrányos helyzetű gyerekeknek segít, az otthon másképpen lesz anya? Tehát jobban megbecsülünk, amink van? Mert látjuk, hogy azért milyen sorsok vannak. Inkább azt a megbecsülést vittem át a gyermekekhez bent az otthonba. Egyébként az én gyermekeimnek teljesen természetes volt, hiszen velük nőttek föl, velük igen. Nyaraltak, ha nyaraltatni mentem, vittem őket is. Tehát ők ezt teljesen elfogadják, sőt, szeretik is ezeket a gyerekeket, és ismerik is őket. Tehát ezek a gyerekek ugyanúgy a saját életében, a családjában is megjelennek? Tehát ugyanúgy együtt megyünk nyaralni? Nem, most már nem, most de már a nem. Gyerekekkel megyünk persze természetesen, lehetőségünk van rá, de az én gyermekeim már felnőttek, úgyhogy most már ebből a részéből kivonultak, de teljesen megértés a családban ebben kapcsolatban, és ők ezt tudják, hogy nekem ez az életutam, és hogy ez az életcélom. Ha jól tudom, ugye a gyerekek 18 éves korig maradnak ott otthonban, és igen. Utána már önállósodnak. Amikor kialakul valakivel, mert persze mindenkivel ember nagyon lelkiismeretesen foglalkozik és legtöbbet ad, de biztos van valaki, vagy valakik, akivel még mélyebb lelki kötődés jön létre. Tehát amikor ez az otthoni létnek vége van, akkor utána nem szakadhat meg a dolog. Tehát így folytonosságnak kell lennie, tehát jelen kell, hogy mint a, mondják, hogy pótmamám voltál. Igen. Ez, ugye? Ez igen. A gyerekek ezt mondják. Igen, annak tekintenek valószínűleg. Utánkövetés van. Egyébként az én csoportomban 18 éves korig vannak a gyerekek, akik még tanulnak, azok felkerülnek az utógondozotti csoportba, lehetőségük van rá, és ott maximum 25 éves korukig lehetnek. Például most volt nemrégen egy mesterdiplomás gyerekem, aki 25 éves koráig volt a rendszerben, és 2,5 éves korától neveltem. Jó, most felejtsük el a rendszert. Tehát engem maga igen. Érdekel. Tehát ön személyesen egy gyerekkel, ha létrejön szinte anya-gyerek kapcsolat, vagy nem tudom milyen kapcsolat, akkor utána az, tehát ilyen, amikor kiköltözik onnan, akkor az egy fájdalmas pont, ha nem tud a kapcsolat megmaradni, mert azért mind szakítás, egyfajta szakítás. Igen. Ez olyasfajta elengedés, mint amikor a családban a gyerek felnő és útjára kell engedni, de ez nem jelenti azt, hogy nem tartom a kapcsolatot velük. Nagyon nagy részükről tudok, és követjük, illetve követem az életútjukat, jelentkeznek, beszélünk, meglátogatnak, tehát sok ilyenre van példa. Mindazonáltal azt gondolom, hogy meg kell húzni a határainkat, tehát tudnunk kell azt, hogy... De ott túlzottan szeressünk meg valakit? Nem, hát nagyon szeretem őket, ebben nincsen probléma, csak hogy meddig mehetünk el. Miben? Mindenben. Igen? Mindenben. Megvannak a kompetenciák abban, hogy egy gyerekért mit tehetek fel, meg én felajánlom a segítségemet, utat mutatok nekik, de az már az ő döntésük, hogy ők ebben mennyivel élnek. Van, aki jobban él, van, akiért többet tehetek, van, aki kevésbé él vele, van, aki semennyire. Mindenre van példa, de úgy gondolom, hogy ha már egy gyerekért vagy kettőért tehettem,
azt, akkor már megér. Akkor megérte, hiszen nekem is saját két gyerekem van. Na, hát... Az is csak két gyerek, így, és hát, megérte. Igen, igen. De megadta a legjobb végszót, hogy ha egy, két, három, négy gyerek adhattam valamit, akkor már megérte. Így van. Így van. Köszönöm, hogy eljött hozzá. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszönjük szépen.